Egy Missouri-beli kisvárosban születtem. Idővel elkezdtem elszökdösni a brutális mostoha apám elől. Amikor megszöktem, minden alkalommal elmondták otthon, hogy nagyon rossz vagyok. A rendőrök is mindig azt mondták, hogy nagyon rossz vagyok. Tudtam, hogy ahhoz, hogy elszabaduljak, el kell hagynom az otthonomat. Elkezdtem stoppolni, és ott kezdődött a prostitúció is a kamionosokkal. Megtettem bármit az életben maradásomért. Szexre cseréltem az éjszakai szállást, az ételt. Aztán Denverbe kötöttem ki egy strici futtatót. Prostituált lettem. Volt egy átmeneti idő, amikor férjnél voltam, és lett egy gyerekem, de nem tudtam beilleszkedni. Sosem kaptam segítséget a trauma feldolgozásához és a többi dologhoz, amit elszenvedtem. A végén aztán visszatértem a korábbi életstílusomhoz. Nagyon depressziós voltam. Akkoriban azért imádkoztam, hogy meghalljak, drogoztam. Nagyon-nagyon sötét időszak volt. Csak nyögni tudtam Istenhez, hogy hagyjon meghalni. Meg akartam halni. Aztán terhes lettem. Ugye már volt egy gyerekem, akit addig sem tudtam ellátni, és nem akartam egy újabb gyereket erre a világra hozni az én élethelyzetemben. Úgyhogy kétszer is elmentem, hogy abortáljam a fiamat. De nem tudtam végigcsinálni. Aztán úgy tűnt, hogy elvetélek, vérezni kezdtem. Azt gondoltam, ez Isten válasza. Korábban már voltak abortuszaim, sok, kényszerítettek rá. És nem sokára mégis a műtőben találtam magam. Küretet készültek csinálni, de előtte még ellenőrizték a szívhangot. És abban a pillanatban, hogy meghallottam a fiam szívverését, Isten szólt a szellememhez, és azt mondta, ne félj, kihozlak ebből. Szüld meg a gyermeket, kihozlak. Abban a pillanatban megszabadultam a depressziótól. Azonnal megszabadultam a kábítószer függőségből is. A fiam most 17 éves, és tudom, hogy a szívem miatta változott meg. Ő amiket csinál, amit elér, még abban is, amiről úgy gondolja, hogy kudarcot vall, abban is annyira elképesztő. Aki csak találkozik vele, rögtön megszereti. Egy igazi csoda gyerek. Ő az én csodám. Isten őt használta arra, hogy azzá az emberré tegyen, aki ma vagyok. Különböző bugyrai vannak a városnak, ahol prostitúció zajlik. A srácok tudják, hova kell menni. Hát ő épp dolgozik. Megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Tisztában vagyunk vele, hogy tele vannak haraggal, tele vannak fájdalommal. Itt túlélő társalapú tanácsadást végzünk, vagy támogatást és személyre szabott kezelést nyújtunk, hogy ne tudjanak egyszerűen kisétálni tőlünk. Egy olyan menekülési terven dolgozunk, amely segít nekik tenni ezeket a lépéseket. Arra használom a velem történteket, hogy ezeknek a nőknek segítsek.